Csillagok égen és földön. Bruce életre szólóan elkötelezettje volt a művészetének. Törődött az üzlettel, és remek humorérzéke volt. Egyfajta hencegő volt, de sohasem henceget olyasmivel, amire nem volt képes. Mindenki szerette a lelkesedése miatt, ami nem szűnt meg élete végéig. Ahogy visszaemlékszem, nem találkoztam olyan emberrel, aki annyira szerette, ha ünneplik, mint ő. Felkeltette az érdeklődést a harci művészetek iránt, és nagy kár, hogy nem érhette meg ennek hatását. Hughes nem csak harcos volt. Bruce filozófus és tanár is volt. Mindenfajta ismeret végső soron önismeret. Színészként, harcművészként, emberként mindezt megtanultam a harcművészettől. Bruce Lee, a halhatatlan sárkány. Szenvedélye és tehetsége segítette, hogy a világ egyik legnagyobb akciófilmsztárja legyen. Ő volt az első színész, aki sikeresen áthidalta a kelet és nyugat közötti kulturális szakadékot. De Bruce Lee magánélete sokkal drámaibban alakult, mint bármelyik filmjének cselekménye. És noha stílusát gyakran utánozták, a rá jellemző jegyeket közel 3 évtized alatt sem sikerült senkinek újra teremteni. 1940. november 27-én Kaliforniában, San Franciscóban a sárkány évében és órájában megszületett egy gyermek, akit később a világ Bruce Lee néven ismer meg. A kínai asztrológia sárkánya egy mitikus teremtmény. Tüzes természete, hatalmas ereje van, gyors, cseles, és mindez ráillik Bruce Lee-re. Apja Lee Hoi Chuan ismert színpadi és filmszínész volt, aki a kantoni operatársulattal utazott. Anyja Grace hagyománytisztelő kínai asszony volt, aki babonás természete miatt nagyon féltette újszülött fiát. Anyja korábban már elvesztett egy fiú gyermeket, és ezt rossz ómennek hitték. Ez okból Cy Fangnak hívta, ami azt jelenti kicsi főnix és női név. Azt remélte, így majd a lelkek nőneműnek gondolják és életben hagyják. Egy kórházi ápolónőtől kapta azt a nevet, ami rá is ragadt, a Bruce-t. 1941-ben, amikor az európai háború a csendes óceán déli részét is fenyegette, Lee visszaköltözött családjával Hongkongba. De Hongkong is érezte a háború és a japán invázió szelét, Lee mégis megpróbált színészként munkát találni. Filmes karrierje felvirágzott. Gyakran elvitte magával a fiát a forgatásokra. 6 éves volt, amikor a színész fióka először kapott beszélő szerepet. Íme egy részlet a Cseng kölyökből. Parancsoljon, uram! Tetszik, Cseng? Aha, én is szeretnék itt is dobálni. Szerintem itt kezdődött. A rendező, az apám, mint színész mind azt mondták, hogy természetes volt. Várj, ne menj ki! Mindenütt rendőrök vannak! Már ezekben a korai filmekben is látszott a fiún az a vonzerő és testbeszéd, ami későbbi szerepeit is jellemezte. Ha megnézzük néhány gyerekkori filmjét, ott találjuk az orpiszkálást és azt a grimaszt, amit akkor csinál, amikor megőrül. Ezeket átvitte felnőtt szerepeibe. Ez volt az igazi Bruce. Annak ellenére, hogy gyereknek rövidlátó és gyenge volt, a fiatal színész jóképű, magabiztos, sőt kakaskodó tinédzserré cseperedett. A színészkedés mellett Bruce a táncot is megszerette. Megnyert több csacsacsa versenyt Hongkongban. De a jóképű táncos színésznek a háború utáni Hongkong kemény hely volt.
Az utcákat bandák uralták, és Bruce gyakran kényszerült arra, hogy harcoljon velük. Szerette a kihívást, és szembeszállt az ellenfelekkel. Emlékszem, 14 éves lehetett, és imádott verekedni. Szóval volt egy csapat iskolatárs, akik nem kedvelték őt. Egy nap, mikor kijött az iskolából, ráugrottak, és jól elpáholták. Akkor jött rá, hogy meg kell tanulnia megvédeni magát. Egy ilyen verekedéskor Bruce elkapta az egyik rettegett bandatag fiát. A megtorlástól tartva szülei beíratták egy harcművészeti iskolába. Hyman mester a filozófus keze alatt Bruce megtanulta a szabályokat és az önkontroll különböző módjait. 10-es évei elején beleszeretett a Wing Chun Kung Fu-ba, a harcművészetek egyik formájába. Ez egy filozófia, ami azzal foglalkozik, hogyan találjuk meg magunkban az erőt, és hogyan használjuk fel hatékonyan. Szülei megdöbbenésére az utcai csaták folytatódtak, és a konfrontáció egyre erőszakosabbá vált. Az egyik utolsó ilyen ütközetében az ellenfele, mikor éppen vette le a Jackie-jét, behúzott neki egyet a szeme alá. Bruce dübegurult, utána ment a srácnak, kiverte a fogát, eltörte a karját. A rendőrség is közbelépett. Jött egy nyomozó, elnézést kért apától, és azt mondta, az ön fia csúnyán összeverekedett az iskolában. Ha még egyszer előfordul, börtönbe csukatom. Hogy eltávolítsák fiúkat Hongkong utcáiról, szülei úgy döntöttek, hogy a 18 éves fiatalembert elküldik barátaikhoz az Egyesült Államokba. Apám nagyon régi vágású ember volt, soha nem ölelt meg senkit. Mikor Bruce elindult, apa odament hozzá és megölelte. Mindnyájan meglepődtünk. Ismét a szülőhelyén. Bruce letelepedett Seattle-ben, és hamar talált munkát a családi barát Ruby Cho éttermében. De a lázadó lelkű fiatalember biztos volt abban, hogy többre hivatott a kínai negyed vendéglői asztalainál. Beiratkozott a Washington Egyetem filozófia szakára. Vegyítve tanulmányait a harci művészetekkel, Bruce egyfajta mesterként hírnevet szerzett az egyetemen. Hamarosan barátok és iskolatársak sereglettek köré. Mikor elkezdett oktatni, senkitől sem kért pénzt. És valószínűleg sosem kért volna. Mi mondtuk neki, Bruce, indíts egy iskolát és kér tőlünk tandíjat. Akkor a saját lábadra állhatnál. 1963-ban még diákként megnyitotta a Jung Fang Gung Fu intézetet. De rövidesen az oktató figyelme kezdett egyetlen tanítványra fókuszálni, Linda Emory-ra. Egyik nap az egyetemen gyakoroltunk, és azt mondta, oké, Linda, most dobj el engem. És megmutatta, hogyan kell csinálni. Átdobtam, leesett a fűre, és nevettünk. Azt mondta, menjünk vacsorázni az űrtűbe. Megkérdeztem, mindannyian? Azt felelte, nem, csak te. Én meg olyan... Ez volt az első randevunk. 1963. október 25-én. A kapcsolat gyorsan komolyjá vált, de Linda anyja nem örült lánya párválasztásának. A 60-as években a különböző bőrszínűek házassága még nem volt természetes, és a mama abban is kételkedett, hogy az ifjú filozófia hallgató stabil életet tud biztosítani lányának. Ellenkezőjét bizonyítandó Bruce keményen dolgozott, hogy kiépítsen egy harcművészeti iskola láncot. 1964. augusztus 17-én Bruce és egykori tanítványa Linda összeházasodtak. Ez volt az egyetlen alkalom életemben, amikor tudtam, hogy helyesen cselekszem. Mert ez az ember a tehetség, az egyéniség, a szerelem és a melegség keveréke volt. Minden jó volt. Kaliforniába, Oaklandbe költöztek, ahol Bruce megnyitotta második Gung Fu iskoláját. Itt mindenkinek, aki tanulni kívánt, mindent tanított. Nem volt semmiféle korlát, legyen az bőrszín vagy bármi más. Azt mondta, ha a szíved a helyén van, tanítani foglak. Az első között volt, aki nem keletieknek, hanem amerikaiaknak tanította meg az igazi titkot. Az ázsiaiak között ez erős ellenérzést keltett, féltették titkaikat. Új iskolájának megnyitása után konfrontálódott az ázsiai harcművészmesterek egyik csoportjával.
Ultimátumot küldtek Bruce Lee-nek, hogy hagyja abba a kívülállók tanítását, különben a legjobb emberükkel kell megküzdenie. Ez volt a legrosszabb, amit Bruce-nak mondhattak, mert imádta a kihívásokat, és sosem volt hajlandó azt tenni, amit parancsolnak neki. A kijelölt éjszakán a harc 3 percig tartott. Bruce padlóra küldte ellenfelét, és az feladta a küzdelmet. De a verekedést megnyerni nem volt elég. Rájött, hogy nem percek, hanem másodpercek alatt is győzhet, ha megújítja a harci művészeteket. Először is górcső alá vette az összecsapás művészetét. Rájött például arra, hogy az állandóan változik. Nem lehet egydimenziós szemszögből nézni a harcot, amikor az többdimenziós. Légy alaktalan, átlátszó, mint a víz. Ha a vizet csészébe öntöd, ő lesz a csésze. Ha palackba teszed, ő lesz a palack. Ha teás csészébe, teás csésze lesz. A víz tud áramlani, és tud ütközni. Légy víz, barátom! Lee hitt abban, hogy a harcművészet fegyver a rasszizmus ellen, mivel áthidalja a szakadékot a keleti és nyugati kultúrák között. És mikor meghívták Ed Parker karate bajnokságára Long Beachbe, bámulatba ejtette a nézőket híres egyhüvelykes ütésével. Összekötötte az öklét, és csak a hüvelykujjával vitte be az ütést. De ilyen kis távon is bele tudta adni teljes súlyát az ütésbe. Azt mondta, hadd mutassak neked valamit. Odafordult Tomhoz, a tanáromhoz, aki akkor Parker egyik fekete övese volt. Bevitte neki az egyik spéci rugását. Az úszómedence teljes hosszában átrúgta Tomot, aki egy virágágyásban landolt. Félelmetes hatással volt rám. Annak ellenére, hogy szakmájában egyre nőtt elismertsége, Bruce elégedetlen volt. A megélhetésért küzdött, mivel iskolái nem hoztak elég pénzt, és bizonytalannak érezte a jövőt. Ő még nem tudta, de az igazi hírnév már befordult a sarkon. 1965. február 1-én ünnepelte Bruce és Linda első gyermekük, Brandon Bruce Lee születését. Bruce élete legnagyobb örömét a gyermekei jelentették. Fiút akart, mert a kínai hit szerint ő viszi tovább apja szellemét. Nagyon szerette a fiát, és nagyon tudott vele bánni. Hencegett is azzal, hogy ő az egyetlen szőke, kékszemű kínai a világon. De alig egy héttel Brandon születése után beütött a tragédia. Apja Hongkongban meghalt. Hazarepült a temetésre, majd még elszántabban tért vissza Amerikába, hogy családja büszke lehessen rá. Minden figyelmét egy újfajta harcművészeti stílus tökéletesítésére fordította, melyet Jet Kwon Do-nak nevezett el. Azt mondta, Jeet Kune Do egy koncepciócsokor, filozófiák és stratégiák csokra. Mindenki saját magára szabja, akár egy kabátot. Nem férhet bele mindenki egy 40-es kabátba. Azt hitte, vegyítheti a különböző harcművészetek legjobbjait. A harcművészeteket, a boxot, a pankrációt és minden egyebet egyetlen filozófiába tömörítheti. A harcművészet azt jelenti, hogy őszintén kifejezd magad. Számomra könnyű megjátszanom magam és kakaskodni, vagy mutatni néhány káprázatos mozdulatot. De kifejezni magad őszintén, nem hazudni saját magadnak. Őszintén szembenézni magaddal, hát ez, barátom, tényleg nagyon nehéz. Miközben Bruce minden energiáját a harcművészetekbe fektette, a veterán TV-producer William Dozier egy ázsiai színészt keresett a klasszikus Charlie Chan sztorikon alapuló új TV-sorozathoz. Dozier egyik barátja, Jay Sarbin, hollywoodi fodrász látta Lee-t az Ed Parker tornáján, és beajánlotta a producernek. Azt mondta, tudom, ki kell neked. Egy Bruce Lee nevű fickó. Jól néz ki, és nagyon szuggesztív. Utána nézek, van-e valami anyag róla. És ahogy Dozier meglátta, tudta, hogy ő az embere. X egy teszt. Tessék. Nos, Bruce, nézzen a kamerába ide, és mondja meg a nevét, korát, és hogy hol született. A nevem Lee. Bruce Lee. San Franciscóban születtem 40-ben. Most 24 vagyok. És dolgozott filmekben még Hongkongban, igaz?
Igen, körülbelül 6 éves koromtól. Mikor jött el Hongkongból? 59-ben, 18 évesen. Értem. Most nézzen rám, ahogy beszélgetünk. Úgy tudom, van egy kisfia, ugye? Igen. És mostanában keveset alszik. Már 3 éjszaka. 1965-ben készült ez a próbafelvétel a Fox stúdióban. Ez az új szúrás. Ez meg az ütés. Ez az öklözés, ez meg alul. Persze, akkor ők rúgnak. A lágyékba, vagy feljebb. Vagy ha közel állok, visszalépnek. Aztán elindulnak ismét. Rendben! Kissé aggódott. Bruce pehére Dozsort lefoglalták Batman sorozatának előkészületei. Charlie Chan fia talomba került. Igaz, Dozsör megígérte, hogy nem feledkezik meg róla a következő munkájánál, a 30-as évekbeli klasszikus rádiódráma a Zöld lódarás filmváltozatánál. Fel akarták ajánlani Bruce-nak Kátó szerepét, de ez egy évet csúszott, mert meg akarták várni, mit szól a közönség a Batmanhez. Elköltöztünk Los Angelesbe, és Bruce-nak nem volt munkája. Bruce Lee-nek nem kellett sokáig várnia. A barlanghoz! A Batman hatalmas siker lett. Heteken belül Dozsőr hozzálátott a zöld lódaráshoz. Semmi pánik, Mr. Smith. Mindketten ugyanazon az oldalon állunk. Meséljen a Panamájáról. Csak ennyit kérünk. Panama? Telik az idő, főnök. A partnerek leszünk, Mr. Smith. Nem titkolódhatunk egymás előtt. Pakoljon ki mindent, hogy láthassuk. Ha nem is a színészeket, de Bruce filmbeli megjelenése meggyőzte az ABC vezetőségét, és elfogadták Dozsőr választását. Lee megkapta Kátó a bűnüldöző sofőr szerepét. A jog és a tisztes polgárok védelmére megjelent a zöld lódarás. A műsor bemutatója 1966. szeptember 9-én volt. Ezen a pénteken Bruce Lee felugrott a vászonra és onnan a csillagok világába. A volt harcművészeti oktatót egész Észak-Amerika főműsoridőben nézi. Első eset a TV történetében. Postája hamarosan elérte a legnagyobb sztárokét. A zöld lódarás, valódi nevén Britt Reid, milliómos kiadó szerepét egy ragyogó színész, Owen Williams játszotta. Nincs több trükk, Carly. Beszéljünk az üzletéről. Akkor is később is lenyűgözött az intenzitása. Nagyon erős volt. Tudja, ha találkozunk ezzel a maszkos kungfús emberrel, én akarom őt. Nagyon kedves, úriember volt. Nyugodjon meg, Miss, nem fogjuk bántani. Bruce és én barátságban dolgoztuk végig a sorozatot. Sok évi anyagi bizonytalanság után állandó szereplője lett egy tévésorozatnak. Jól lehet, nem ő volt az első számú főszereplő, elhatározta, hogy főszerepként fogja Katót játszani. Nem akart semmiféle malacfarkat, hajlongást, alázatoskodást, meg ilyeneket, ahogy a kínaiakat szokás volt ábrázolni. Az volt az ars poetikája, hogy semmi olyan szerepet nem vállal, ami megalázó lenne a kínai kultúrára nézve. Bruce keményen dolgozott azon, hogy verekedési jelenetei autentikusnak hassanak. Ez a kung fu. Kezdődik a játék. Megtanulta, hogy a filmezéshez kompromisszumokat kell kötni. Le kellett lassítanunk a mozgását, mert a próbafelvételeken kiderült, hogy túl gyorsan mozog a film sebességéhez képest. Senki sem tudta, hogy sokkal gyorsabb volt, mint ami ennek a filmen látszott. Fantasztikusan látványosak voltak a jelenetei. Furfang nélküli láthatatlan mentális folyamatok. A zöld lódarás és Kato nem tudta megfogni a főműsoridő közönségét. Hogy megmentsék a műsort, megpróbálták összemosni Batmant, Robint, a zöld lódarást és Katót. Semmi Batmobil. Az jó. Menjünk, szerezzünk valami gyors melót. Az eredeti forgatókönyv szerint harcba keveredik Robinnal és veszít. Múlik az idő, menjünk! Amikor Robin felmászott a falon,
Bruce közölte, hogy nem hajlandó harcolni vele, s főleg nem veszíteni. Burt mindenkinek elmondta, hogy ő egy komoly, feketeöves és nehéz fiú, és Bruce hallott erről. Ő a kínai kínzós játékot akarta vele játszani. Rövid szavakat mondott, meg akarta rémiszteni a srácot. Aztán jött Bruce, és csendes kezelést adott neki. Csak morgott, tudja? Burt azt hitte, elvesztette az önuralmát, és el akarja őt pusztítani. Adam azt mondta, Burt Ward csak reszketett a gatyájában. Annyira meg volt ijedve, hogy Bruce megüti. Végül a producerek kiegyeztek döntetlenben, hogy elkerüljék a rajongók felháborodását. Okosnak kell lennie annak, aki a bűnt üldözi. Hagyjuk őket elmenni, Batman! De ez sem segített. Egy idény után a zöld lódarást levették műsorról. Nem vitás, hogy ez nagy csapás volt Bruce-nak. Remélte, hogy a műsor sikeres lesz. Bízott abban, hogy ez ugródeszka lesz, de nem vált be. A lódarás törlésével a jövő ismét bizonytalanná vált. A hűséges rajongók és a szórakoztatóiparban szerzett kitűnő emberi kapcsolatok ellenére Bruce Lee megint nehéz időknek nézett elébe. A 27 éves Bruce remélte, hogy a lódarás megnyitja előtte az ajtókat. Ehelyett csak elszórtan talált munkát, alkalmi szerepeket, mint például az Itt jönnek a mennyasszonyokban. Nem megyek oda, mert nem veszek el olyan nőt, akit sohasem láttam. Figyelj, a döntés nem a tied. Minden házasságot a társaság rendezel. Többé nem vagyok a társaság tagja, kiszállok. Beszélhetnél P főnökkel. Elmondhatnád az okaidat. Semmit sem mondok P főnöknek. Nem vagyok többet ennek a társaságnak a tagja, világos? Színészként nem találva munkát harckoordinátornak szegődött el filmekhez, például a Birkózó legénységhez Dean Martin mellé. Azokban az években nehéz volt betörni Hollywoodba. Rasszista sorompók akadályozták a bejutást. Arról, hogy meg is állapodjon ott, szó sem lehetett. Letörten a család biztatására régi barátjához, a lódarás produceréhez, Charles Fitzsimonshoz fordult tanácsért. Azt mondtam, várj egy kicsit, Bruce. Van egy ötletem. Mi lenne, ha az embereket saját otthonaikban tanítani? Akkor nem kellene neked egy stúdió. Beszéltem neki a sok középkorú macho egyéniségről, akik hemzsegnek a filmiparban és az üzleti életben. Ezek a lehetséges ügyfelek. Olyan ünnepelt tanítványokat szerezve, mint James Coburn, Steve McQueen és a kosárlabda csillag Kareem Abdul-Jabbar, Bruce Hollywood legjobb harcművészet edzője lett. A többi harcművészet oktatóval ellentétben ő nem volt merev és hivatalos. Nagyon is földönjáró volt, nagyon is amerikai. Arra tanított, hogy az időt minél jobban kihasználjuk. Mindig meg kellett csinálnunk a házi feladatot, mindig felkészültnek kellett lennünk. Diákjai közül Bruce kedvence a fia Brandon volt. Brandon nyughatatlan természetű kisgyerek volt. Ahogy megtanult járni, Bruce a rugásokat, ütéseket tanítgatta neki. És Brandonnak kifogyhatatlan energiái voltak, akár az apjának. Amennyire büszke volt a fiára, olyan büszke lett lányára, Shannonra, aki 1969. április 19-én született. Annyira lány volt, amennyire Brandon fiú. Shannon egyszerűen az ujja köré csavarta Bruce-t. Apuci kicsi lánya. Amikor megszületett, olyan volt, mintha angyal költözött volna hozzánk. Vicces, de ha Bruce Lee az apád, neked akkor is csak az apád. Mi soha nem vágtunk fel azzal, hogy Bruce Lee az apánk, és akár egy csapással le tudja ütni a te apádat. Még ha többnyire igaz is lett volna. Bármit is gondoltak gyermekei, Bruce nem volt legyőzhetetlen. Egy reggel 1970-ben súlyemelés közben a hátában megsérült egy ideg, ezért 6 hónapig nem tudott oktatni. Energiáját az ő Jet Kondo filozófiájának finomítására fordította, és elkezdett írni a harcművészeti összecsapások különböző aspektusairól.
Az orvosok azt mondták, soha többé nem lesz képes a harcművészeteket gyakorolni. Hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét, amint egészségesebb lett, csinált magának egy kimerítő napi edzéstervet. Ez olyan volt, mintha egy bukdácsoló tuskót szaladó sziklává változtatott volna. Látni akarta az emberi test korlátait. Napi 2000 ökölcsapást, 1000 rúgást végzett. 3 mérföldet futott, aztán 15-öt biciklizett. Mindezt azért, hogy megtudja, mire képes az emberi test. Hogy színész karrierje a régi kerékvágásba kerüljön, intenzíven együttműködött Sterling Salifint forgatókönyvíróval és James Coburn színésszel a Néma fuvola című film ötletén. Bruce-tól eredt a film ötlete. A Warner Brothers akarta megcsinálni. Ettől a filmtől várta, hogy betörjön bele Hollywoodba. Sok-sok nehéz évet éltünk át ezzel a reménnyel. És iszonyú csalódás volt Bruce számára, hogy ez a film sohasem készült el. Tovább tanítva harcművészetet, Bruce úgy érezte, hogy Hollywood hátat fordított neki. Hongkongba utazott, hogy saját magát menedzselve ázsiai filmkészítőkkel találkozzon. Run Run Cha volt a legnagyobb ázsiai filmkészítő. Az ő ajánlata azonban egy állandó szerződés volt heti $200 7 éven át. Bruce udvariasan visszautasította. 1971-ben visszatért Hollywoodba, és közreműködött Sterling Salifint népszerű tévésorozatában, a Long Streetben. Harcművészként szerepelt, és a műsor producerei annyira jól fogadták, hogy újabb szerepeket ajánlottak neki. De eddigre Lee státusza Ázsiában gyökeresen megváltozott. Egy hongkongi útján meglepetten fedezte fel, hogy a zöld lódarázs rendkívül népszerű lett. Az ázsiai rajongók csak mint katósót emlegették. Amikor megérkezett, ezrek várták a reptéren. Nem tudott úgy végigmenni az utcán, hogy ne fogták volna közre, ahogy manapság Tom Cruise-t fognák közre. Újdonsült hírnevének eredményeképpen az ázsiai csúcsproducer Raymond Chow felkérte Bruce-t egy szerepre. Bruce értésemre adta, hogy nagyon szeretne Hongkongban filmezni. Felhívtam telefonon és beszélgetni kezdtünk. Az egész dolog egyszer csak összeállt. Aztán aláírtunk egy szerződést 3 filmre. Ő visszajött, és a többi már történelem. Bruce első filmje Hongkongban egy szerény költségű film, a Nagyfőnök volt. Bruce Lee bemutatkozik. Minden végtagja halálos fegyver, emberrel és állattal szemben egyaránt. A hongkongi nézők hangosságukról híresek. Na meg arról, hogyha nem tetszett a film, képesek voltak összetörni a székeket, meg ilyenek. Mi ott ültünk, a tömeg hallgatott. És egy pillanatra azt gondoltam, Istenem, utálják. Szerintem a közönség hüledezett. A film végén hatalmas tapsvihar tört ki. A Nagyfőnök minden korábbi bevétel rekordot megdöntött Ázsiában. Bruce Lee a legjobb úton járt, hogy nemzetközi sztár legyen. De ahelyett, hogy megült volna frissen szerzett babérjain, még keményebben hajtotta magát. Következő filmje a Raymond Chow-nál a Dűökle volt. Lee bemutatta az új Chaco, egy olyan fegyvert, amit harcművész filmben még nem lehetett látni. A film ismét kasszasiker rekordot döntött. De a siker mindig riválisokat szül. Egyikőjük Run Run Chow volt. Remélve, hogy ellophatja a színész Raymond Chow-tól, megkísértette egy Bianco csekkel. Bruce azonban hűséges marad Raymond Chow-hoz. Egyenlő partner kapcsolatot javasolt. Ezt az ajánlatot Chow nem tudta és nem is akarta visszautasítani. Szakmailag és anyagilag stabilizálódva Bruce Lee meghódította Ázsiát, de ő a világot akarta meghódítani.
Hollywoodban a beidegződések lassan halnak el. A nemzetközi hírnév ellenére a harcművész szupersztár nem tudta felvenni a versenyt a hazai előítéletekkel. Nagyon nehéz meggyőzni azokat, akik egy ötletnek zöld utat adhatnak arról, hogy egy ázsia is beválhat úgy, ahogy egy fehér herceg. Az üzlet bölcsei szerint ez egy kockázat. Nem haragszom rájuk. Ugyanolyan, mintha jönne egy idegen sztár Hongkongba. Ha pénzember lennék, valószínűleg magam is aggódnék, hogy milyen lesz a fogadtatás. Ez a világ rendje. Ha őszinte vagy önmagadhoz, akkor ez nem számít. Mielőtt Bruce Hongkongba ment, együtt dolgozott Fred Weintraubbal egy vadnyugaton játszódó tévéműsor koncepcióján. Akkor a harcos, később a Kung Fu címet adták neki. A főszerepre nem tartották őt megfelelőnek, mert ahogy mondták, túl kínai kinézetű volt. Végül egy kaukázusi színésznek, David Carradine-nak adták a szerepet, akit megpróbáltak fél kínaira sminkelni. A hollywoodi rasszizmus elkeserítette, ezután minden figyelmét a Raymond Chow-val való társulásának szentelte, míg a Zöld lódarás forgatásánál felfedezte önmagában a film dramaturgia iránti érdeklődést. Most előre pontról pontra átnézte új filmjének a Sárkány útjának forgatókönyvét. Ez Lee. Fantasztikus. Ő írta, koreografálta, szerepelt és dobolt benne. Egyszerre több kalapot viselt. Ez volt rendezői debütálása. Lee és harcai. Bruce megkapta a kreatív kontroll lehetőségét és bízott benne, hogy a film ki fogja elégíteni a közönség elvárásait. A film egyik nagy jelenete az öldöklő harc Lee és volt tanítványa Chuck Norris között. A harc elején Bruce Lee szerepe szerint vesztésre áll, mert nagyon maradi a harcművészetek terén. Chuck Norris szintén merev, de sokkal erőteljesebb. Bruce taktikát változtat és elkezd körülötte forogni, mint Muhammad Ali vagy Sugar Ray Robinson. Végül Bruce győz, kihangsúlyozva, hogy bármilyen szituációhoz azonnal alkalmazkodni kell. A Sárkány útja megdöntött minden korábbi rekordot. A bemutató utáni hetekben Bruce már a következő filmje, a Halál játéka előkészítésével foglalkozott. Partnere, a volt tanítvány és barát, Kareem Abdul-Jabbar volt. El voltam képedve. Ez volt az, amiről annyit álmodoztunk, de sose kaptunk hozzá zöld jelzést. Hatalmas élmény volt. Még mielőtt a Halál játéka elkészült, Bruce megkapta azt a hívást, amire egész életében várt. Szerepet ajánlottak az amerikai A sárkány színre lépben. Ez nagy költségvetésű sikerfilm volt Bruce művészetnek szentelt évei beteljesülése. Most már Bruce Lee-t tartották a világ első számú gyakorló harcművészének stúdión belül és kívül egyaránt. Néhány srác ült a falon, és azt kérdezte tőle, hogy tényleg ő csinálja ezeket a dolgokat, vagy csak egy színész. Akkor Bruce közelebb ment, és csak egy csattanást lehetett hallani, ahogy megütötte az egyik fiút. Látni semmit. Ezután csak felemelte a kezét, ennyi volt. A kamaszok szemében olyan volt, mint Billy a kölyök. Az utcán, ha mellettük ment el, megpróbáltak odadöfni neki, de Bruce nem lehetett megütni. Játszott a gyerekekkel. Bár Bruce testileg, lelkileg a csúcson volt, mégis hiányérzete volt. Olyasmire edzett, ami sosem jött el. Harcra, ami sosem történik meg. Heti 7 napos munkarendet tartott. Nagyon keményen dolgozott, de a sárkány színre lép sikerével olyan helyzetbe került, hogy már válogathatott is. Időt fordíthatott arra, hogy kialakítson egy kelléktárat és felfejlessze. Szóval álmai megvalósítása kartávolságba került. 1973. május 10-én vágás közben egy hongkongi stúdióban Bruce Lee elszédült, majd elájult. Rohantak vele a kórházba, de a színész nagyon közel volt a halálhoz, bár az orvosok nem tudták megállapítani az okát. Átesett egy teszt sorozaton és felépült annyira, hogy visszatérhetett a munkához.
A sárkány színrelép befejezése után folytatta a félbehagyott haláljátékát. Egy kínai színésznővel dolgozott, akiről azt hitte, be lehet venni a filmbe. Éppen a nőházában volt, amikor fejfájásra panaszkodott. A színésznő adott neki egy fájdalomcsillapítót. Bruce bement a másik szobába, és lefeküdt. Mikor pár óra múlva nem tudta felkelteni Betty Tink Pei, felhívta Raymond Chow-t. Azt mondta, nem tudom, mi történik, de nem bírom Bruce-t felébreszteni. Gyere, kérlek. Nagy sietve Bettyhez mentem. Bruce nagyon sápat volt. Raymond Chow felhívott, és azt mondta, be kell mennem a kórházba. Fogtam egy taxit, és bementem. Csak arra emlékszem, hogy nem bírtam megkérdezni, meghalt-e. Azt kérdeztem, életben van? És azt felelték, nem. 1973. július 20-án, 32 évesen, Bruce Lee, a harcművészet mestere meghalt. Sokkolt minket, én határozottan sokkos állapotba kerültem. Anyám persze teljesen össze volt törve, ő nagyon szerette Bruce-t, és mérhetetlenül büszke volt rá. Itt egy ember fizikai képességei csúcsán, és egy nap nincs többé. Nem autóbaleset, nem külső behatás, nem gyógyíthatatlan betegség. Az embereknek magyarázatot kellett találniuk. A hír bejárta a világot, a rosszindulatú pletykák is, hogy nem baleset volt. Meggyilkolta valaki? Talán valamelyik hongkongi banda? Sőt, volt, aki azt terjesztette, hogy Lee-t ázsiai harcművészmesterek átka is sújtották halálra, mert titkaikat kiadta idegeneknek. Ami az átkokról szóló pletykákat illeti, nincs jelentősége. Ha valaki eltávozik közülünk, az ember azt mond, amit akar, nem? Mondhatják, hogy gonosz szellemek csinálták. Erre pont annyi bizonyíték van, mint az átokra. A boncolás feltárta Lee halálának okát. Agyi ödéma, egy allergiás reakció a pirulára, amit fejfájása enyhítésére vett be. A tudományos orvosi diagnózis tökéletesen egyértelmű volt. A halált szerencsétlen baleset okozta. Véletlen baleset, semmi más. Több mint 20 000 gyászoló árasztotta el Hongkong utcáit, hogy kifejezzék tiszteletüket az elhunyt szupersztár iránt. A gyászszertartást követően Bruce testét Seattlebe vitték, ahol ő és felesége találkoztak és egymásba szerettek. A temetésen ott voltak a közeli barátok, akik a koporsót vitték. 32 évesen Bruce Lee maga után hagyott egy feleséget, két gyermeket és egy rivális nélküli hagyatékot. A dolog iróniája, hogy a legendája olyan filmekben élt tovább, amelyekben ő maga nem is szerepelt. A producerek mindent elkövettek, hogy megmentsék Bruce Lee utolsó filmjét. Szerződtettek egy hasonmás színészt, és olykor nevetséges kameratrükkökhöz folyamodtak. Kész! Oké, ez megvan! Remek volt, Billy! Oké, mindenki! De ez nem ártott a haláljátékának, hatalmas anyagi siker lett. Öt filmjével Bruce Lee újra fogalmazta az akciófilm műfaját, és ajtót nyitott a harcművész szupersztároknak. Mint Jackie Chan, Chuck Norris, Steven Seagal és Jean-Claude Van Damme. Általában mindenki tudja, ki játszik valamely karate vagy kickbox, vagy valami hasonló akciófilmben. De mind közül, akik az elhunyt sztár nyomdokaiba mertek lépni, a legesélyesebbnek Bruce fia Brandon tűnt.
Hátborzongató, mikor az emberek azt kérdezik, folytatom-e apám művét. Mert ha ezen azt értik, hogy olyan kiváló filmeket készíteni, mint az apám, azt a fajta minőségi munkát végezni, mint ő, akkor a válaszom igen. De ha valaki arra gondol, hogy imitálni őt, Bruce Lee epigon lenni, az semmiképpen sem. Épp hogy megtanultam járni, mikor apám már harcművészetre tanított. Miközben növekedtem, sokszor költöztünk hol Hongkongba, hol Los Angelesbe, követve apám karrierjét. Sokszor gondolok arra, semmi furcsaság nem történhet velem életemben, ami még meg nem történt volna. Nevét forgalomba hozva néhány szerény sikerű filmmel az ifjú színész elindult a szupersztárság felé vezető úton a Holló című fantasztikus thriller címszerepével. De 1993. március 31-én, közel 20 évvel apja korai halála után, Brandon Lee egy ellenőrizetlen kellékpisztoly áldozata lett a forgatáson. És ahogy a halál játékát, a Hollót is dublőrrel és különleges effektusokkal fejezték be. Sajnos Brandon Lee halála körüli bizarr körülmények nem segítettek elfolytani a rejtélyes átokról szóló, egyre növekvő mítoszokat. With Brandon's... Brandon halálával feltámadtak a Bruce halála körüli pletykák. Felmelegítve megint nyilvánosság elé kerültek, és megpróbálták összekapcsolni Bruce és Brandon halálát. Tragédia, hogy két ilyen embert hamis dolgokkal, átkokkal, pletykákkal kötnek össze. Brandon halála az események legvalószínűtlenebb, legszerencsétlenebb láncolata volt, amit csak el lehet képzelni. Senki sem tehetett róla. Elképesztő, hogy léteznek felnőtt emberek, még újságírók is, akik képesek átokról pletykálni. Egyrészről örülök, hogy Bruce nem látta Brandon halálát, mert nem tudta volna elviselni, ahogy mi sem tudunk magunkhoz térni. Milliók számára a Bruce Lee név nagyobbnak tűnik, mint valaha. Magazinok ma is cikkeznek róla. Róla elnevezett klubok működnek. És harcművészeti filozófiája egyre több elkötelezett követőt vonz. Számomra Bruce Lee-ben a legelképesztőbb az, hogy egy ember 32 év alatt hogyan lehet ennyire termékeny. Új filmműfajt alkotott. Filozófiát teremtett, ami egyszerűen brilliáns. Új harci művészetet alkotott. Szóval nem az a fontos, hogyan halt meg Bruce Lee, vagy hogy egyáltalán meghalt, hanem az, hogy élt. Ő még mindig él, a lelke még itt van, és mi az ő művészete alapján edzünk. Ő volt a legjobb barát, aki csak létezett. Nagyon hűséges. Egyszer azt mondta nekem, ha valaki megpróbál bántani, majd én elintézem. Igazi barát. Az integritás, amivel Bruce az életet élte, tiszta példája annak, milyennek kellene lennünk. Egyszer azt mondta, ha bármi okból egyszer elmennék, ne kössetek össze ezekkel az emberekkel. Nagy parádét fognak nekem adni, és ha nekem nagy parádékat adnak, akkor valami nem stimmel. Olyan ember volt, akire fel lehetett nézni, akit csodálni lehetett. Tele volt szenvedéllyel. Szeretném, ha nekem csak fele annyi lenne. Ha visszatudnám forgatni az időt és újrakezdeni, sokkal többet kérdeznék, sokkal többet tanulnék. Hagyott nekünk egy ajándékot, egy ösvényt, amit követhetünk. Lábnyomokat, melyeken elindulhatunk. Akkor megtaláljuk a magunk útját, amit ő tanított. Légy alaktalan, átlátszó, mint a víz. Légy víz, barátom. Magyar hangok. Szersény Gyula, Kassai Károly, Andrész Kati, Imre István, Pataki Imre, Kun Vilmos, Láng József.
A magyar változatot a Magyar Televízió részvénytársaság megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette. Munkatársak Láng Róbert, Kovács Katalin, Siffert László, Nagy Zoltán, Kertész Andrea. Írta Stephen Hunter, fényképezte Corey Jeriak, rendezte Kevin Burns.